Oké, most, hogy ezt én is kipróbáltam, azt hiszem készen állunk felvenni ezt a videót. Hú. Az ott egy sárkány? Sziasztok, srácok! Én Viccelek vagyok, és üdvözöllek titeket a mai videóban. Ja, amit itt az előbb láttatok, kb. Az fog veletek is történni. Mármint, hogy... Wait a minute! Találtam egy videót, ami két részre bomlik. Az egyik részében egy nagyon-nagyon durva optikai illúzió van, ami tényleg olyan, hogyha komolyan veszed, és azt csinálod, amit kell, akkor a végére egy másik univerzumba kerülsz kb. Hú vagyok, Sanyi! Hú vagyok, Sanyi! Amit kipróbáltam, tényleg nagyon-nagyon para, mindjárt meglátjátok, hogy mi az. És a második felében pedig ennek a videónak egy olyan nyugtató dolgot fogunk megnézni, ami konkrétan a zenével, az animációkkal együtt tényleg egy olyan meditációs szakaszt hoz elő, ami után kb. Elfelejted meg a saját nevedet is. Szóval tényleg mind a kettőt kipróbáltam, gyerekek, nézzétek végig elétől a végig, nagyon-nagyon durva, tényleg elképesztő dolgok lesznek még benne, és ami a legdurvább az, hogy különböző hatásokat érnek el ezek, hogyha telefonon nézed, vagy esetleg egy nagy kijelzőn, akár egy tévén, vagy akár egy számítógépen. Úgyhogy srácok, próbáljátok ki telefonnal is, aztán pedig egy monitorral is, és nézzétek meg, hogy óriási nagy különbség lesz a kettő között. Ja, és amúgy mind a két videóra ez igaz, hogy nem kell megijedni, egyik sem okoz semmifajta problémát se a szemednek, se az agyadnak, se semminek, úgyhogy lesz egy kisebb hatása, jó, egy elég nagy hatása, de ez idővel el fog majd múlni, úgyhogy tényleg pár perc is minden helyreáll majd, de az a pár perc, ameddig ezeket látni fogod, az nagyon durva lesz, úgyhogy mindenképpen megéri. Tényleg csináltok azt, amit mondok, és el fogtok ámulni. Szóval, ha készen álltok, srácok, csapjatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra, elképesztő dolgokat fogtok átélni. Kezdjük is akkor az elsővel, be fogok nektek vágni egy videót, ami egy kifejezett hosszúságra van megvágva, és egy bizonyos zene fut alatta, ami direkt ugyebár így van kiszámítva, hogy ezután, ha ezt megnézed, akkor ez az egész hatás így életbe lépjen. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, igazából csak egy szabály van ebben az egészben. Ne koncentrálj semmi egyéb dologra, bármifajta külső behatás ne zavarjon téged. Egyszerűen csak, hogy a telefonon nézel, akkor fogod a telefont, és nézd a képernyőnek a közepét. Pontosan a közepét kell nézni, ugyanez van nyilván monitornál is, egyszerűen csak dőlj hátra, és nézd a képernyőnek a közepét, ameddig ugye véget nem ér ez az egész videó. Mondom, ez ki van számítva, úgyhogy srácok, nézzétek csak a közepét, és mindjárt visszatérünk.
Jó, tehát most, hogy lejárt az idő, kb. Egy olyan transzban lehettek, hogy jó srácok, ne is poénkodjunk. Nézzetek csak simán körbe a szobába most, nézzetek körbe körülöttetek, nézzetek meg, hogy mondjuk mellettetek van egy kép, amit minden nap láttok, nézzetek rá arra a képre. Hogyan néz ki ez a kép most? Vizsgáltad meg minden nagyon-nagyon jól, egyszerűen csak nézzetek körbe, majd pedig, hogyha ezzel megvagytok és már tényleg nagyon rácsodálkoztatok mindenre, fogjátok meg és nézzetek rá a két kezetekre, külön-külön. Csak nézzetek rá a kezetekre, konkrétan. Szóval amikor ezt a dolgot én kipróbáltam, akkor nagyon-nagyon el voltam ámulva. Szerintem tényleg elképesztő, hogy kb. Egy olyan hipnózis van rajtad, hogy így bármerre nézel, és így wow, mi ez? Szóval mindenképpen írjátok meg nekem kommentben, hogy nektek ez sikerült-e, és hogy nektek is esetleg ez bejött-e. Elvileg nem minden embernek sikerül ugyanannyira, vagy nem mindenki pontosan ugyanazt fogja látni, de hogyha nektek ez sikerült, akkor mindenképp írjátok meg kommentben, hogy sikerült, és írjátok le azt, hogy mit láttatok. Lássuk tényleg kinek mennyire sikerült. Úgyhogy remélhetőleg eddig minden tökéletesen halad, és az első már sikerült is. Most fog akkor jönni a második részenek az egész videónak, ami nagyon para. Itt igazából nincsen semmifajta különleges feladat, egyszerűen csak tényleg az, hogy legyél ellazulva, ne koncentrálj semmire, ne stresszelj semmi dolgon, ami éppen dolgozatok, felelés, stb. Minden csak engedj el, dőlj hátra kényelmesen, tényleg helyezkedj el úgy, ahogyan csak tudsz, és egyszer csak nézd a videót, itt nem kell pont középre, itt nézheted igazából az egész videót, mivel különböző dolgok fognak rajta történni, lesznek animációk, stb. Úgyhogy srácok, lesz alatt egy zene, és ott lesz a videó, nektek semmi már dolgotok, csak nézzétek, ameddig véget nem ér, ez is ugye már ki van számítva, hogy mennyi ideig kellene haladnia, úgyhogy készüljetek fel, olyan szinten fogtok lezsibbadni, megnyugodni, és így kb. Tényleg így transzbe esni, hogy még a saját neveteket sem fogjátok majd tudni. Nézzük.
Szóval most, hogyha minden jól sikerült, akkor már tényleg egy olyan fázisbe este, amikor már semmi sem létezik kb. Körülötted, teljesen nyugodt vagy, semmifajta negatív behatást nem érzel, talán még a saját nevedet sem fogod tudni, ugye ez volt az egész dolognak így a címe is, ezzel volt hirdetve, azért feltételezem még emlékszel rá, hogy ki vagy, de az, hogy tényleg hogy megnyugszol, mint egy ingyen, nem is tudom milyen drog, az nagyon-nagyon durva szerintem. Szóval most, hogy ebben az állapotban majd próbálnak felidézni azt, hogy milyen napod volt eddig, tegnap mit csináltál, ma miket akarsz megcsinálni, fel vagy már esetleg iratkozva, lájkoltad-e már ezt a videót, követsz engem Instán, stb. Ezeket a dolgokat így gondold át, és így teljesen másfajta gondolkodásmeneted lesz ezek után. Úgyhogy srácok, ez van akkor a mai videó, igazából nagyon-nagyon remélem, hogy élveztétek, és amit még jobban remélek az, hogy nektek is összejöttek ezek az illúziók, mivel szerintem tényleg óriási nagy hatás van ezeknek így az emberi agyra, meg tényleg így teljesen pár perc egy másik ember leszel kb. Úgyhogy tényleg remélem, hogy mindenkinek sikerült, és esetleg, hogyha igen, akkor ezt kommentem írjátok meg nekem, és írjátok meg azt is, hogy ti nektek mi az, amit így ez tényleg így adott, vagy hogy milyen, miket éltetek át ezzel. Végezetül pedig egy utolsó, gyorsabb fajta illúziót meg bemutatnék nektek. Ott van ez a like gomb, tudjátok, ez a tetszik gomb. Hogyha azt megnyomjátok, akkor az kékre fog átváltozni. Próbáljátok ki, ez egy nagyon komoly illúzió. És egy másik pedig, hogyha lementek a feliratkozás gombhoz, megnyomjátok azt is, és mellette a csengőt beklikkelitek, akkor egy csengető hangot fogtok hallani. Ugye próbáljátok ki ezt is, elképesztő tényleg. Hallgassátok meg azt a csengőt, nyomjátok meg. Én pedig ezzel meg is köszönhetek a figyelmet, remélem tetszett ez a videó, legközelebb ismét találkozunk, addig is még, sziasztok!